Hogyan alakul ki az egyes típusú cukorbetegség? Mik a tünetei? Ebből a videóból minden kiderül. Hello, szia, szevasztok! Tomi vagyok, egyes típusú cukorbeteg, ez pedig itt a Diabnavigátor, ahol mutatom nektek a kiutat a cukorbetegség és az inzulin rezisztencia útvesztőjéből. A Diabnavigátor azért jött létre, hogy tanácsadással, étrendtervezéssel, tippekkel, trükkökkel és egy szuper webshoppal segítsen nektek a cukorbetegségetek vagy az inzulin rezisztenciátok kezelésében. Ott vagyok Facebookon és Instagramon is, kövessetek be és szórjátok a szívecskéket! Az egyes típusú cukorbetegség egy autoimmun betegség, amely során az immunrendszer a hasnyálmirigyben található inzulintermelő bétasejteket támadja és semmisíti meg. Ennek következményeként a hasnyálmirigy egyáltalán nem, vagy csak nagyon kis mértékben képes inzulint termelni. Inzulin hiányában a szervezet nem tudja hasznosítani a számára létfontosságú energiát adó szőlőcukrot, ezért a sejtek éheznek, az anyagcsere felborul, a vércukorszint vészesen megemelkedik, ketontestek és cukor jelenik meg a vizeletben, és a vér vegyhatása savas irányban tolódik el, mely folyamat akár életveszélyes is lehet, ezt hívjuk ketoacidózisnak. Egyes típusú cukorbetegségnek nagyon jellemző tünetei vannak, úgy mint a hirtelen fogyás, szomjúságérzet, gyakori vizelés, éhség, gyengeség, fáradtság vagy a homályos látás. A diagnózist akkor lehet minden kétséget kizáróan felállítani, ha az orvos laborvizsgálattal vénás vérből 11,1 millimol per liter feletti vércukorszintet mér, illetve hasznos lehet még a C-peptid szintjének a vizsgálata is, ami a szervezet saját inzulintermelésének a mértékét képes megmutatni. Az egyes típusú cukorbetegeknek kívülről kell bevinni az inzulint, ami napi többszöri inzulininjekciót vagy inzulinpumpás terápiát jelent, esetükben nem alkalmazható gyógyszeres kezelés. Nem tudni pontosan, hogy mi okozza az egyes típusú cukorbetegséget, de az feltételezhető, hogy különböző örökletes és környezeti tényezők együttesen szerepet játszanak a kialakulásában. Nézzük a genetikai okokat. Cukorbetegek családjait vizsgálva az látszik, hogy örökölhető a betegség, az esetek 20%-ában a közeli rokonok között már előfordult cukorbetegség. Azonban az egyes típusú diabétesz megjelenése egyáltalán nem garantált annak ellenére, hogy valakiben kimutathatóak az egyes típusú cukorbetegségre jellemző antigének. Ahhoz, hogy a kórkép kialakuljon az erre hajlamos embereknél, különböző környezeti tényezők szükségesek, amik kiváltják a betegséget. Ilyen környezeti tényező lehet a cukorbetegség kialakulásában néhány viszonylag gyakran előforduló vírus, mint a rubeola, mumps, citomegalovírus, Coxsackie vagy az ECHO vírusok. E vírusok antigénjei hasonlítanak a bétasejtek antigénjeihez, ezért a tudósok úgy gondolják, hogy a szervezet által a vírusok ellen termelt anyagok a hasnyálmirigy szigetsejtjeit is károsítják. Ha még nem tetted volna, iratkozz fel a csatornára, hogy nem maradj le a legújabb videókról, és feliratkozásnál nyomd meg a csengő gombot is. Köszi, hogy ezt megtetted, megyünk is tovább! Egyes típusú cukorbetegség leggyakrabban gyermekkorban vagy fiatal felnőtt korban alakul ki, de alapvetően kialakulása nem életkorhoz kötött. A betegek száma pedig az elmúlt 30 évben megháromszorozódott. Magyarországon minden 600. 15 évnél fiatalabb gyermek érintett, így az egyes típusú diabétesz napjainkban az egyik leggyakoribb krónikus gyermekbetegségé vált. Mivel az egyes típusú cukorbetegségben gyorsan és végleg elpusztulnak az inzulintermelő sejtek, a betegség gyorsan kialakul és csak inzulinnal kezelhető. Az egyes típusú cukorbetegség a tudomány jelenlegi állása szerint nem gyógyítható, de a betegség korai felismerésével, korszerű inzulinterápiával, egyénre szabott szénhidrátbevitellel és rendszeres testmozgással teljes életet élhet a páciens. Az egyes típusú cukorbetegség kezelésének elengedhetetlen eleme a rendszeres diabetológiai kontroll, laborvizsgálatok és időszakos szűrővizsgálatok, amik a szövődmények kiszűrését segítik. Minden esetben inzulinterápia alkalmazása szükséges inzulinpennel, vagy pedig inzulinpumpával, valamint rendszeres vércukorszintmérés étkezés előtt és után 1,5-2 órával. A rendszeres újbegyes vércukorszintmérést szuperül ki lehet váltani CGM-mel, az folyamatos vércukorszint monitorozó eszközökkel, mint a Medtronic és a Dexcom rendszerei, vagy a Freestyle Libre szenzor. Ezen kívül szükséges egy csökkentett szénhidrát tartalmú, a szénhidrát minőségét tekintve főleg lassú felszívódású szénhidrátokból álló, egészséges diéta bevezetése. Az egyes típusú cukorbetegeknek meg kell tanulnia felismerni a hipoglikémiát, aminek jellemző tünete a gyengeség, a szédülés, hidegveríték, zavart, csapongó gondolatok, zsibbadó nyelv vagy végtagok.
A hipózás, vagyis a túl alacsony vércukorszint kezelése gyorsan felszívódó szénhidrátokkal, ahol szőlőcukorral, cukrosüdítőkkel vagy gyümölcslevek fogyasztásával történik, így tudjuk a vércukorszintet a leggyorsabban visszaállítani a normális értékre. Nagyon fontos, hogy nem szabad, hogy a segítségkérés kényelmetlen érzéseket keltsen az egyes típusú cukorbetegekben vagy a segítőikben. Beszéljünk nyíltan és őszintén betegségünkről a környezetünkben élő emberekkel, kezelőorvosainkkal, mert így leszünk a legnagyobb biztonságban. Ti mikor lettetek cukorbetegek? Mi a történetetek? Mennyire volt nehéz az elején, és mennyire tudtok most teljes életet élni? Írjátok le kommentben! A Diabnavigátor azért jött létre, hogy tanácsadással, étrendtervezéssel, tippekkel, trükkökkel és egy szuper webshoppal segítsen nektek a cukorbetegségetek vagy az inzulinrezisztenciátok kezelésében. Ha bírtad a videót, léci, oszd meg, pökj egy lájkot és iratkozz fel a csatornára. Találkozunk a kommentek között.